Dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. Alha nékkel hideg van, jó lesz bent a barlangban. Igazi mackós napot rendeztek február 2-án hétfőn, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a Mackóvár óvodában. A gyerekek vidám dalokkal és játékokkal készültek. Halló, telefonközpont! Beszéljen, kérem! A mackó mit mond? Halló, nem értem! Múlik már a tél, ezért a kárnyos. Ettől elmúlik, egészen biztos. Haló, állatkert? Nincs ott a medve? Házon kívül van, próbálja meg este. Hely, hogy örülök, mert tudtam végre, mikor tavasz lesz, az lesz a tél vége. Február 2-a időjárás jósló nap. Az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a népszokások megismertetésére. A néphit szerint téli álmából ma ébredt fel először a medve. Kicammog a barlangjából, és megnézi, hogy milyen az időjárás. Ha süt a nap, és meglátja saját árnyékát, akkor úgy gondolja, még foga van a télnek, még nagyon sokáig fog tartani, visszabújik még 40 napig. Ha azt tapasztalja, hogy hideg az idő, akkor hamarosan eljön a tavasz. Nagyon kíváncsian várjuk, mi itt felnőttek és gyerekek, hogy a medve vajon milyen időt tapasztal a mai napon. Azt meg tudjátok-e nekem mondani, hogy mi a kedvenc eledele a medvének? A méz! Bizony a méz! Képzeljétek el, a régi öregek azt tartották, hogyha a gyertyaszentelés alkalmával végig világít, égve marad a gyertya, akkor az idén jól mézelnek a méhek. A programon részt vett Fekete József, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökhelyettese, és Simon Dián, a mészkirálynő, akik bizony nem érkeztek üres kézzel. A méhek is téli álmat alszanak a kaptárba, és hogyha 12-15 fok lesz odakint, ami ma biztos nem lesz, akkor a méhek is kijönnek, és attól kezdve megindul a kaptárba az élet. Mi méhészek ezt nagyon várjuk, meglátjuk, hogy ma mit mond a medve, és akkor ezek után mi is majd méhészek elkezdhetünk dolgozni, és annak pedig nagyon örülnénk, ha jó év lenne az idén, mert már 2 éve nagyon rossz időjárás volt, és nagyon kevés mézet hoztak nekünk a méhek. Hoztunk nektek mézet. Mindenki megkóstolhatta a finom mézet. Köszönjük szépen! A mackó napon kiállítást is nyitottak az intézményben. A több 100 darabos mackógyűjtemény a gyerekek és a szülők adományából származik. A falakat a gyerekek rajzaival díszítették. Egy mackó még az udvarra is jutott. A reggeli borult idő után végül kisütött a nap, így a medve megláthatta az árnyékát. Ez pedig a népi időjóslás hagyományai szerint azt jelenti, hogy hosszan elhúzódó tél várható.